Csácsú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 c
videóval, ami szerintem nagyon frankó lesz, mert aratni fogunk. Egy nagyon picit belepörgettem az időbe, amit látjátok, 15 óra 36 van, és beérett, tudjátok, hogy mi érett be? Hát ez érett be. Egyébként miért ilyen füves itt köztem, vagy mi ez? Ez nézzétek ma, halljátok, ez miért ilyen full füves az egész? Hát ez érdekes, ilyet még nem is láttam. Na, akkor ugye van autokombány módunk, meg van egy ilyen marha nagy területünk, amit megpróbálunk learatni. Hát annyira nem is marha nagy, de azért nem olyan kicsi. Három kombányon aratunk, egy MTZ-vel hordjuk, mint az őrült. Várjátok, autokombány mód, ez mivel jön elő? Elvileg valamivel jön elő? Na, ötössel, ötös gombbal. Igen. És akkor itt kell beállítani dolgokat, ugye munkaerő felvétel, ez igen, az, hogy ürite, arra fordul-e, és az, hogy hogyan, igen, és így, ez az jó, és ez mi? Ez a távolságtartás mód talán, ugye? Ez, hogy merre fordul, és ezzel tudom bekapcsolni. Oké, gyerekek, akkor ez így működni is fog elvileg. Kikapcsolom egyelőre, és akkor annyi, hogy én elindulok. Hát a forgó nagyon szuper. Elindulok. És beindítjuk elvileg K-val, már működnie kell. Nem működik, várjál, ötös. Be kell kapcsolnom ezt, ugye? Nem, valamit még be kell hozzá nyomnom. Autó, így, ez lesz a jó, várjatok. És ha már most nyomok hát, akkor most már jól fog menni. Igen, nézzétek, milyen jó. A Farming Simulator 15-ben annyira jó az autokombány mód, hogy az hihetetlen. Figyeljetek, elengedett kézzel. Mondjátok meg, hogy nem jó. Annyira profi, ennyire basszus nem tűnálták meg még a Farming Simulator 17-ben sem a mesterséges intelligenciát. Na és de jöjjenek a következő kombájnok. Csaptuk neki, gyerekek, itt is ugye ilyen kormányban van állítva? Nincsen, ha? Minden egyénél külön kell. Jó, ez itt be van. Ez legyen be, oké. Ötös. És akkor nyomunk neki egy hát. Már nyomja is, oké. És van, felraktam azt a izé módot, nézzétek azt fönn ugye a felső bal felső sarokba. Mutatja éppen, hogy mi a szituáció. Itt is ebben is be kell kapcsolom, gondolom minden. Nem? Oké, normál, oké. Ötös. És akkor H-val adjál neki, gyerek. Nagyon pro, gyerekek! Várjatok! Csővel kifel aratunk, az a lényeg. Az első... Aha. Azt nézem, napraforgó, harvesting, cross dominator, forsrit. A forsrit az már 6%-on van. Na nézzük, mit művelnek ezek gyerekek. Annyira király, de nagyon tetszik. Auto combine mode, aratni mindenképp így akartam, de nagyon-nagyon jó meg van csinálva, nem mondjuk körbe-körbe az a karikába. Figyelj, víz, sár, nagyon jó. Hú, basszus, komolyan mondom, imádom. Class Dominator, mi az, hogy finished? A Class Dominator finished, ugye vagy? Jó. Ez a távolságtartó elektronika? Aha, miért is mit finisel vele, öcsém? Hát arra mennyi, az ne szórakozzál ennyi, annyira dicsértem ezt a modot. Menjetek barátaim, és akkor ez jöhet, és fordulj el, haver, fordulj, arra el! Arra integetek, mennyi? Te is hülye vagy? Te is hülye vagy, jó. És mit, bezzel, nem? Jössz rá, hogy meg kéne fedni a kanyart. Rúgatom a zavart, és már indulok itt. Az a helyzet, az jó tudta csinálni a forsi. Forsit az hol? Mennyin vál? 11%-a. Jó vagy, gyerekek. Szerintem ezt még le is körbeérnek, jó lesz. De figyelj, már mit csinál ez a izé? Ez már megint bele van keveredve. De most miért? Haver, ne szórakozzál velem! Mennyi okosan! Na, tudjátok, megyek én ezzel, jó? Megyek én ezzel, már látom, hogy bajok vannak.
Így akarom menni, hol nézzetek, ott megy a forsít. Így. Milyen szépen van, yeah. A fák mellett szépen okosabb, mi? Nagyon jó egyébként ez a... Ez a jó volt az autókombány mód, most nem tudom ezek a faszok milyen szarére akarnak elakadni. Alandóan. Most itt az olyan szépen dörgöl, figyelj pedig aztán... Majdnem be akarok nézni abba, most elindítom ezt, mert át akarok ülni abba. Oda nézzék! Autókombány móddal. És igen, a klasszok miért állnak meg? Mi a bajuk? Finisher. Van, már megint az a klassz dominálta a finisher volt. Utána meg ugye megállt a sárgát, mindjárt sárgát. Mindjárt kirúgom azt az időt. Kombányot. Ennek tök jó csinálja, figyeld meg. Megőrülök tőle. Olyan Sanyi gyerek, hát ne szórakozzál velem, mert a seggedre lesz vágva. Figyelj, menjél szépen a forsít után, te is tudsz olyan okos lenni, mint ők. Nyomjad neki majd. Igen, az a baj szerintem túl élesen ér ki, itt is megfogálni. Nem, de gondoltam meg a... Túl élesen ér ki, és nincs előtte izé, nincs előtte vágni való, akkor megőrül. Na, van baj ezekkel kombányokkal. Nem baj, azért nagyon nagy segítséget ha. Ja. Shift abba vissza, ugye? Jó, oda nézzetek. Jó nyomják, csak hogyha nagyon élesen kell fordulni, de ezt bírom ebbe a mapba, hogy ilyen tök ilyen dombos, dimbes dombos még ez is. De ma visszafele meg, figyelj, de 21%, nagyon imádom, jó van. Ott megjön a glass. A forsít az kevésbé akad ki. Ott nézzük be. Jobban veszi a dolgokat, lapot. Jobban viszi a lapot. Ez pick-up lecsapom így mi. Nagyon jó lesz. Kettő glass dominátor, egy darab forsít. Jó. És megyünk a másik földre is el, akkor utána. Na, ez most meg... Ne, oda nézzé! Tovatod te! Figyelj, ott ezt le akarja szedni. Na, most ki akar. Tolad öcsém! Nézd oda! Akkor azok miért nem tudják? Azok miért keverednek bele? Most azt megnézem az őret. Figyelj, megint ki fog érni. Az őrek nem... Klasszok nem akarnak tolatni. Megáll a föld végében, nézd már. És akkor elindítom megint, akkor megint megy. Valami beállítás lesz, hogy gyerekek tudjuk. Állja meg, Rozi. Valami bajtás dolog lesz szerintem. Itt valami offsetek? Mi ez? Storm offset. Fordulási mód, tolatás. Most be legyen kapcsolva, nem? Gyerekek, minden faszámra van lőve. Aztán nem hajlandó. Megnézem a izét is, szerintem ugyanígy van beleírva. Ennek most a traktor van útba. Arra kíváncsi vagyok. Ennek hogy vannak a beállításai? Meg is állítom egy kicsit. Szerintem pont ugyanígy van az is. Ezek a végezők megállnak. Komolyan mondom, veszek izéket fog.
Veszünk forsiteket, mert úgy látom, hogy ezek balondok. Ott is megállt ez a hülye is. Még rá kell igazítani, de ezt nem akarom, hogy ezt kelljen igazgatnom állandóan. Megint kiállt. Még kiállnak a földről a gyerekek. Szóval írjátok meg, hogy szerintetek miért szórakoznak ezek. Tényleg a forsít, az talál valami hibát. Érted? Nem, nincs levágva egyszer, kitolad göttje. Jön a zöldike, az hogy szépen kivegy a földre és megáll. Nekem az lesz komolyan, mondom, eladom a jövőket. Eladom a klasszokat. Jó, ezt a földet learatjuk. Szerintem ez, gyerekek, engem ez irritál. Szerintem lehet, hogy a klasszoktól megszabadulunk. A vágó asztalokat meghagyjuk. És ez megint... Jó, végre ezt megoldotta, de ott is megállt. Ben vagy félig a földtár, csináld már. A forsítek jóval drágábbak, meg ugye kisebbek is, viszont így nem vagyok kibékülve klasszokkal, klassz dominátorokkal. Vagy nem, egy személy nem tovadgat, figyelj. Kiér, és ez le se szarja, hogy mi van. Reformálni kell itt a kombájnos brigádat, mert köcsögök gyerekek, köcsögök a kombájnosok, úgy látom. Ez a csávó oda nézetek mindenkivel. Figyelj, ott van egy ilyen kis rész, fogja. Ki fog, le fogja szedni, oda néz. Nem nyúlok hozzá, figyelj. Megkapta. Fogja visz, tőle mellé vágó azt, hogy visszatolat. Újra vál, apám, oda nézi, az. Ezek a klassz dominátorok, amely egyszerűen nem hajlandók semmit csinálni. Gondolnak egyet, abba adják a munkát. Ez a gyerek, ez figyeljetek ezt a visszafordulást, pedig itt aztán van ide, van probléma már. Na itt lehet, hogy elvesztél a fonalat ugye majd. Itt el is fogyott, de... Ott azt a sarkon simán úgy vissza fog fordulni, nagyon ügyes lesz. Hát figyeljetek, sokkal jobb, oké, hogy ez kisebb, de akkor is jobban legyek bele, mint hogy eligatnom kell őket. Ez egyszerűen hipa, meg az ember. Ez már meg miért áll meg? Most megnézem, megint. Ez ugye ugyanígy volt. Ez nem tudom. Ez be volt kapcsolva. Ez on. Ez is, hogy tolhathasson. Ezeket az offseteket meg ugye be lehet állítani, hogy mennyire tudjon fordulni, meg ilyen ügyeség. Több mindenben van normálisan lő. Ez a csávó, meg figyeljetek ezt a kis szart. Az utolsó ideig le, figyelj. Ja, most a ide zavarja a zöld. Ugye odébb járok a zölddel. Szerintem most az zavarta be. De, aha, az, figyelj. Azt a kis szart. Teljesen onnan érdelek, vissza fog tolatni.
Csak most ez idegesíti, hogy ez őt. Figyelj, fölveszi, visszatolt, leszedi. Ezek meg nem tudnak normálisan végigmenni gyerekek. Ezt öröm nézni, hogy dolgozik. Figyelj. Az utolsó kóróig mindent legyen. Figyelj, visszatolt egy kicsit. Ráfog újra. Ez annyira, ez jó nézni, basszik. Milyen szépen dolgozik. Ez gyönyörűséges. Valahogy az a klassz, annak a klassznak amúgy is volt baja. És edződött mind a disznó, meg minden. Gyerekek, a klasszokat ezután a föld után vissza kell adásra, hogy veszünk üzét, forsiteket. Na is nézek, már ezek állandóan leállnak. Ezek gyerekek szabotálják a munkát. Ha mindjárt beleállítom a közepébe, komolyan mondom, hát ez eddig el fog menni, és akkor megint le fog állni. Fordulj, barátom, fordulj! Ennyi, nem, egyszerűen nem fog, nem akar. Ezek gyerekek, ezek a klasszok nem akarnak dolgozni. Elmegyünk a bolthoz velük. Megint be, bazze, leáll úgy, öcsém, hogy benne van félig a izébe. Cuszko. Ne állj le! Na jó, ilyen szart veszem, mert már felhúzza a tippert. Árvettem, mert már ez már megőrít. Hozom a jövő forsítet, ezt ráállítkozik gyerekek. Oda nézzetek, ez még mindig itt köröz. Az utolsó darabig le akarja szedni, ott maradt még egy adag. Azt még ő úgy gondolja, hogy ezt mindenképpen meg leszedi. Ez a jó kombány gyerekek. Ez az 5-12-es, gyönyörűséges, csodálatos. Kicsi, kit érdekel, de jól működik, frankó. Gyerekek, ezt itt nekiállítom. És addig, amíg a másik kettő kombányt elviszem. Igen gyerekek, elviszem eladásra. Addig ez itt végezni fog. Figyeljétek meg. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, akik szeretik a klaszt, nem a izének a hibája, nem a kombájnak, a valós kombájnak, hanem ennek a modnak. Ez a mod, ez valahogy nem működik, vagy nem tér össze normálisan a lauta kombány moddal, nem tudom. De én nem akarom, hogy ez legyen. Én ma pénzt akarok termelni. És így nem fog pénzt teremelődni, hogy itten tökörészünk. Figyeljétek, nézzétek meg a forsit. Szépen toladgat, csinálja, figyeljétek meg, amire visszajövök. Learad minden, még az utolsó darabig is. De várjátok, annyit csinálok, hogy ezt is kihozom minden, mert a forsit csak útba van a forsitnek. Természetesen nem gabonával akarom eladni, hanem üzével fogjuk eladni. Gabona nélkül, azt majd leeresztjük, csak akkor már el kell menni oda, akkor viszem a gabonát is. Meg annyit fogok csinálni, hogy ugye MTZ-be beengedjük, aztán akkor egyből el is adjuk. Figyeljétek meg, basszus, az utolsó darabig az a forsít végezni fog, lesz fog szedni minden. Olyanok kellene. De ugye van még egy nagyon nagy föld, azt is le akarom durrantani. Úgy, de nézzük, micsoda Audi. Azt is le akarom durrantani, és akkor már mindenképpen legyen az is meg. Jaj, ott jön szembe valami, gyorsabban, itt megint elakadás lesz, asszus, az baj. Úgy akarom eladni, hogy elviszem a műhelyig, mert akkor ugye több pénzt adnak érte, bár aztán olyan túl sokat nem fogok érte kapni. Jó, itt elmegyek földre, mert látom, hogy jönnek. Várjatok gyereket. Lehet, hogy az lesz. Oda nézzetek. Odáig visszafogok, oda. Azt akartam mondani, lehet, hogy az lesz, hogy eladom így. Nem tökölészek vele. Nem viszem el őket, hanem eladom simán.
És akkor valahogy összekaparunk annyi pénzt, hogy veszünk legalább még egy Porsche-t. Ez annyira csodálatosan dolgozik, hogy öröm nézni. Befülöttünk a klasszokkal. Valahogy nem tökéletesek ezek a modok. De jó, hogy ide ugrottál. Az M10-be beleengedem a cuccot. Nepre forgó. Nepre forgót elég jól veszik, azt ugye el tudom adni frankon. Elég nagy az a pótkocsi is. Jó, hát kombájnokat el kell nyomni. Nem lesz üzlet. Az meg figyeljetek, itt hagyom, érted? Egy óra múlva még mindig olyan szépen dolgozik, mint az atom. Így lesz a jó ez. Akkor ez még megy a levesbe majd. Megyünk az MTZ-vel, kiürítjük a másikat, és két klaszt minden este adjuk. Hát akkor kapunk talán esetleg még 10 000-et se a kettőből, úgyhogy gabonát kell adnom, hogy legyen nekem money. Pókocsi megsérült, az előbb megütöttem ugye. Gyerekek! Befülöttünk a klasszokkal. Úgy az MTZ 4%, ja, az annyi jó. Szépen működik ez jó. Jó van, gyerekek. Pénzkeresés téma van. Talán 25 ezer vagy mennyibe fáj ugye a klassz dominátor. Okay. Sőt, ebből kiszállok. És a garázsból. Vágóasztal, minden gyerekek megy a levesbe. Vágóasztalt lehet, hogy föl tudnám valaki a forsítra, nem drága, majd akkor esetleg izélünk, veszünk. Na jó, ami pénzé tehető, az gyakorlatilag megvan. Nézzük meg a boltot. Hogy vannak a forsít dolgok? Itt van 10 000, és ugye a vágóasztal része, ezek 25 ezer. Tehát akkor 35 ezeret össze kéne kubikolni még egy forsítre, azt mindenképpen. Hogy áll a izé? Ezt nézzétek, még mindig vágja. Szépen dolgozik, csak ez meg elég pici, de hát mindegy. Csinálja csak, jó van, ezt hogy csinálja? Kíváncsi leszek, hogy ezt teljesen meg tudja csinálni. Oda nézzétek, fogadjuk minden. Jó, addig pénzkeresés téma van, ezt eladjuk, megnézzük, hogy hol lehetne le jobban eladni természetesen. Na, hol vagyok? Mi itt van? Napraforgó 2200. Ott. 2000 Kelemen Rolandnál, 2200, jó, gyerekek, csapjuk neki. Hogy visszavagyunk még a forsitér? Hát, fölösleges, most akkor eladok ennyit egyszer. Az még mennyi, hány százalékon van? 1-4-en simán belefér, jó van, gyerekek. Inkább akkor hordok ki még a silóból elakadó dolgokat. Még egy forsítet kell venni ebbe a részbe. És akkor megjárunk a többi földnek a learatására is. Megmondom őszintén, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy kukoricának is nekiállíthatnám, ugye, ami közel van. Ugye itt is van például kukoricaföld, itt mentünk el, meg vettem. Ezek a kukoricaföldek, igaz, hogy annyira nem olyan drága, viszont lehet, hogy jobban adja. Lehet, hogy neki fogok állni, idehozom és akkor kukoricát arattatod vele. Mind a két forsítkel. Közel van ugye az eladáshoz, sőt, úgy is van fönt egy nagy kukoricatábla. Tudjátok melyik?
Az a marha nagy, az a, az a ott, 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 ott jobb oldalt, ott a birkák alatt. Ez is jó lenne. Igen, mert Roland, melyik az? Egy bal oldalt jó. Megjön, megjön, csapatjuk. Nem is tudom, melyik 2000-et ad, akkor ez olyan 15 000 körül meg lesz, talán 2200-at ad. Akkor, ja, majdnem, hát ez mondjuk távol van, mint ahogy szerezzük. Úgy fogunk bitolatni, mert megvadulunk. Jó van gyerekek, frankok vagyunk. Franco Nero. Provolone Franco. Kapkodni nem kell, gyerekek, pénzt kell csinálni, az a lényeg. Na van 25 000, 10 000-et behozok valahonnan. Ez már is. Szomszéd. Megvan a izé, megvan, a, megvan ugye még egy forsítre való, úgyhogy igazából elég jó haladó. Ha ezek, ha utána egy kicsit ugye szélesebb munka, vagy nagyobb munkaszélességgel fogunk dolgozni, mert meg fogom szerezni. Mindenképpen rá akarok menni a izére. Ugye akarok rábát. És a rábára akarok tárcsát. És akarok rábára vetőgépet. Ezt megütöttük egy kicsit. Megütöttük a főnyereményt. Anyád, úristen, az gyűszítetek, macsok. Kösz! Kur, annyira imádlak benneteket, öcseim, hogy csávó, hogy ezt te nem hiszitek. Valójátok, gyerekek? Nyomunk egy ízét Mad Max-et, azt megfordulom, mert így nagyon nem jó. Itt a ruhasz, a bugyogóknál megtudom. Ne. Mindjárt jobb volt, mi? Egyszerűbb így visszatudhatsz, ezt nyomsz egy ízét. Fordulat. Ja, kell még olyan 10 000, hogy megvegyük a következő forsítet. Hát úgy dolgozik 1000-rel a munkás, 49%, az olyan nem tudom mennyi, hány literes lehet az a kütyű. Nincs oda kiírva? Nincs, 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 nincs. Hát szerintem az egy olyan 3000 lehet, tehát akkor az, az majdnem, majd, jó majdnem megvan. De addig nem is kéne elmennünk, megnézzük. Ha valami eladható cuccot mindjárt keresünk még, azt eladjuk. Addig a forsít talán végez, meg is nézhetnénk a forsítet voltak. És akkor két forsíttel nekiállunk kukoricázni, szerintem. Már a kukoricát akkor már silózhatnál is, mi? Na, a csomó minden itt lehetőség, annyi van, mint az Isten. Ja, inkább akkor az lesz, napraforgót nyomjuk. Van egy marha nagy föld, még két forsíttel majd. És közben kihordom még a kukorica, jó lenne silóba. Beholthatnám, nem? Jajaja. Ó, vizé kell gyerekek, a régi forsít kicsi íze silózva, tudod melyik. Elmegyünk a forsíthoz, kiürítünk, szerintem már lassan végez. Aztán akkor szerzünk izért. Szerzünk még annyi pénz, közben áttelepítjük mind a kettőt a következő napraforgó táblára. Átvanulunk. Akkor nyomjuk ott ezerre. Ez lesz gyerekek, itt tervezzük. Mi van? Pirosat kaptunk? Szinte megállt az autó. Ide szűkös itt te. Trávával meg ilyen társával elérdez közlekedni. Jó. Ott van bal oldalt, ott lenne egy nagy laplaforgó tábra. Tábra? Nem tábra, hanem tábla gépű. Figyelj, ez még mindig itt vág. Ez annyira jó ez a gép, gyerek. Ez a... A másik meg amúgy is klasszok, amúgy is mindig rongálódtak, majd rakunk benne ilyen újabb klasszot is. Figyeld, bazeg, figyeld, figyeld! Oda nézzé, oda nézzé! Csávó! Csávó, tud azért, így kell, bazeg, így kell csinálni. Egy ilyen gép, alul kizette az oszlopot. Ott van még egy kicsi, kíváncsi vagyok odáig, visszamegye, hallod? Ha odáig, oda is elmegy, megőrülök tőle.
Ja, én vagyok ott. Ja, nem, a traktor, aha. Közel van a traktor. Bocs, haver, na, orrébb járok, na. Jelent ez otthon. Már csak tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy nem csinálja meg azt, hogy még ott azért visszajön. Mert akkor le a kalappa, akkor izőjön azért. Akkor Isten volt, aki csinálta ezt a gipet. Kíváncsi leszek. Fia leszedi. Fia ide oda kormányoz, ugye minél kevesebb mozdulatból. Visszatart, lekapja azt is, szerintem ott leáll, azt már azért már nem megy vissza. De már erős lenne, hallod. Azon filózok, hogy az hova... ha megy. Az még mindig megy valahol. Oda nézzük. Ez hova szándékozik? Figyelj! Meggajdult. Na vagy rúgva, Sanyi, anyá, meg morré, mit csináltál? Hova mensz? Na vagy iva? Bealudt a csíp, sofőr, be van rúgva. Hova szeretnél eljutni? Jó, áll meg. Gyerekek, ebből a verdából úgy kell kirolgatni a izét a melós feze, mert annyira nem tudja. Na, jó, különben teljesen szuper. Nagyon bírom ezt a időt, ezt a forsítet. Tudja dolgát gyerekek, körbe-körbe jár, még akkor is, ha már nincs semmi. Tényleg nagyon über. Über felügyelő, jó, ebből egy 3000 volt. Az ugye majdnem, fú, most 6-7, olyan 7000 körül van, úgyhogy még szerünk össze pár ezeret, azt meg is vagyunk. Szerintem azért raktárban van nekünk, nincsen más, hogy napra forgom. Ha még van egy-két dolog gyerekek, burgonya baszod. Mennyibe veszik a burgonyát? Ilyen burgonya nem is eladható? Figyelj, nincs burgonya eladás. Hogyan van nyelvben? Ja, de izénél van vasútnál, de miért nem írja? Elvileg van a vasútnál. Mindegy. Krumpli, gyerekek, vigyük el krumplit a vasútra, hát, hogyha jól adják, nem? Pedig tényleg ott azt hiszem, hogy veszik a krumplit. Meg hát eszkát, meg minden lót túlót vesznek. Úgyhogy ezt meg kell próbálnom. Papríték is van, vagy mi van? Van falpritték is, azt is azt hiszem veszik a vasútnál. Na jó van gyerekek, a falpritékot visszük akkor le, jó? Faj, de tök jó, bár ide a falpritékot, lehet, hogy úgy kell ide fel a pátorra. Akkor vigyünk krumplit. Krumpli van. Meg cukorrépa is van. Krumplit. Burgonyát viszont gyerekek. Egyébként egy dupla pót is jó lenne, ha még egy ugyanilyen pótot majd veszünk. Ugye ez mennyi 6000-es vagy mennyi 9000-es ez a pót, akkor azért figyelj, 18000-et tudunk egyszerre vinni, az már nem rossz. Na ezt kell gyerekek nyomni. Meg kell venni másik forsütet, utána termelni a pénzt. Esetleg ugye következő lépésben még egy burkocsit. Meg amik aratnak, akkor tudunk még eladni dolgokat. Úgyhogy ez is jó lesz. Kukoricát, meg az összes kukoricát beoldjuk majd siróba. De oda meg már jó lenne, ha meg lenne a rába is. 240 ezeres rába, basszus. Hú, most nagyon pörgök gyerekek, már minden kéne aztán. Nem akarom olyan, nem tudom, mindent szeretnék. Kéne egy nagy trágya szóró is minden mire. A rába meg, elvileg, hogy különben a rába nem tudná meghajtani a trágya szórót, nem? Mert a trágya szóró, az gardános, ugye? A rábán meg nincsen TLT. Rábacskelgerem. Nincs gardán, kardán. Nem gardán, nem tudom miért gardánnak mondom, hogy a kordán. Nem tudom, erre így mondják egyébként tényleg. Lábos tenger. Hát ezt eladjuk, azt utána vasút fele, úgysem voltatok még, elvisztek veleteket a vasút fele. Eladjuk Mavnak. Na jöjjött a krumplit, remélem, hogy lehet eladni, biztosan lehet. Fogok berakni ifát meg ilyeneket, amit ki tudjuk váltani akkor az MTZ-t, de ugye MTZ jó, mert most ez egy ilyen full univerzális gép, ugye talaj, műveli is,
tudok vetni vele, tudok mindent csinálni vele, meg még tudom hordani a cuccot is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon univerzál verda. Tudom vele szépen dolgozni minden. Na szépen, de meg mennyi gyorsabban az X5-össze, vagy milyen rák ez. Vagy Q3, vagy ne. Nem tudom, mi volt ez a csúhely verda. Városi terepjáró. Ezt adjátok össze. Megérett a világ a pusztulásra. Városi terepjáró. Ez a megnevezés, ez egy olyan rizai, nem is tudom, ez teljesen abszurd. Városi terepjáró. Hát jó, hogy nem már egy falusi... Mi van, ami csak város nem? Falusi gördeszka, bazza. Isten. Komolyan mondom, én úgy érzem, hogy vannak furcsa dolgok. Megveszik, ezekről a városi, most sajnálom kiúzom mondjuk fát pár embernél, de nekem ezekről a városi terepjárókról annyira megvan a véleményem. Ezeket olyan izék veszik, ezek a buzsúi hülyék, akik azért vesznek izét, bazd meg, ilyen nagy városi terepjárókat, mert az a menő. Mert marhára nem köne ki bazza egy terepjáró. Mármint most az én X5-ös meg ilyenekre gondolok. Hát bazza, az a soha, ki sem meri vinni basszus a izé rétre. De akkor minek neki? Azért bazza, mert az asszonynak sikerült beadnia, hogy hát drágán, ez is családi autó, családi egyterű. Veszünk egy X5-ös, családi egyterű, azt lehet vele rajolni érted. A fiatal csajoknak meg a izé a menőszerűre. X5-ös. Peres gumi volt. Na, az meg a legszebb gyerekek, amikor izé van, X5-csik van a peres gumi, ami izé 5 centis izé, mi az? Falast magasság felület témával, 5 centi magas izé a peres gumi. A városi peres jár. Egyedül tudjátok, hol látom azt annak használt? Esetleg azért, hogyha mit tudom, télen is jobban el tudsz közlekedni. Annyi. De, itt vannak terepjárók, vannak nagyon... Én nagyon szeretem a terepjárókat, meg a pick-upokat. De, most pick-up jött pont szembe, de nem, ezeket a városi terepjárókat én nem szeretem. Én nekem nagyon gyönyörű egy X6-os paszt, nagyon, az egy íze, ez műremek, tényleg szép, jó, meg minden. De egyszerűen nem látom, nem érzem azt, hogy annak van létjogosultsága annak az autónak. Hát miért kell leépíteni egy olyan terepjárót, amivel nem mész ki a terepjárót? Jó, biztos tudom, van olyan ember, aki az X5-ösét csaphatja meg a YouTube-on, biztos most linkeltek egy olyan autót, hogy úgy ennyi annyit csaphatja az X5-össel, meg az X6-össel, de na akkor is. Na, krumplit viszik, nem gyerekek? Biztos, hogy most egy csomó embernek kiúsztam a gyufát. A telepjáró az legyen telepjáró, legyen egy mit tudom én, egy patrol, vagy egy akármicsoda, egy valami tököstök. Érted. Ami vannak ott nagy ótfar kerekek, meg csörlő az elején, aztán az a király. Meg jó sáros legyen. Majd nem jó helyre gyártuk, vagy mi van. Nem viszi a krumplit ez a valami? Hát kicsi hát ott vagy elég. Moni. Ez mindig azzal szoktunk szenvedni, hogy elmentem a futószalag alatt elemen. Ja, ott a koszfót biztos ödeti a várni, nem? Ilyen izé így beszólt ki. Nem mondtam én, oda nézd, dobja így be, krumplira. Kíváncsi veszek meg, veszik el, nem, akkor nem tudom mit csinálok vele, orrhatom vissza. Burgonya! Gyerekek, mennyit krumpli? 9000 liter krumpli. 9000 liter krumpli, a krumplit izébe literbe mérni, az bazna olyan, mint hogyha nem is tudom. Régebben szoktunk olyat csinálni, amikor elmentünk kaverokkal egy suli után hülyeskedni, aztán olcsó pénzből akartunk berúgni, azt izébe vettünk kis fröccsöt. Jó van, 16 éves koromban hülyeskedtünk, értek. Nem azért, mert most kis fröccsöt az a kedvenc itt, hanem mert arra volt a zsét. Ezt úgy szoktuk kérni a kis fröccsöt, hogy négyzetméterbe. Tudod, mi a négyzetméter kis fröccs? Lehet olyat kérni, lehetett. Nem tudom, most már szerintem nem annyira. Hogy... egy négyzetméter az egy egyszer egyes kocsmai asztal, érted. És azt, hogy telerakják kis fröccs kohára, az az egy négyzetméter kis fröccs. És ugye mivel 20 forint volt egy kis fröccs, az volt maximum 50 darab rajta, akkor még mindig csak itt 1000 forintnál tartották. Vágod. Úgyhogy nem volt egy nagy kaland, meg kifizetni. Na, oda megyünk a MAF-hoz. Tök jó.
Egyébként erről eszembe jut egy sztori. Virág Zoli haverammal volt az az eset. Nagyon király cimborám. Egyébként valaki nem, Zalaegerszegen a Csány iskolában nem jár, vagy a környékén, akkor menjen már be, hallod, hogy hegerszegi vagy, aztán Csány előtt mész, akkor menjen már be, légy szíves, Csány suli előtt, középiskola, aztán annyit mondja a portásnak, délelőtt menjen el a Zolika az, hogy üdvözli a kipőt. Biztos örülni fog neki egyébként. Na, biztos, hogy tudja ki vagyok egyébként már, múltkor, nem mondani, nagyon ismerősömnek sem szoktam reklámozni a videózásomat, azt mindig úgy jönnek rá, ja. A környezetemben, és gyakorlatilag senkinek nem mondtam, hogy videózok, azt néha így rájönnek, hogy így videózok. Nem tudom, én nem a közvetlen környezetemnek videózok, nem az a célom, hogy rajoljak az ismerőseimnek, hogy én videózok. Azért nem is szoktam nekik mondani, és nem is tudják sokan, meg nem is. Na minek? Most én tényleg nem azért csinálok dolgokat, hogy jaj, az a tipikus tudod, hogy mindent fölök a Facebookra azért, hogy rajoljon az ismerősei előtt, mert akkor itt tudom én talán, engem nem érdekel. Már nem az ismerőseim nem érdekelnek, hanem nem az nem fontos, hogy azoknak ott idejön. Na mindegy, és ez az a lényeg, na Zolika is rájött közben, hogy ugye videózok, és azt akartam elmesélni. Na itt a map benne, megyünk be. Na menjetek be akkor Csány iskola, Virág Zolika, mondd neki, hogy Csácsomi csötészta. Kipör üdvözlök. Na, ezt akartam mondani, ő vele volt egy olyan, bementünk egy elit helyre. És látszott tök ilyen nagyon-nagyon szép, nagyon igényes hely, tudod, ilyen szállodaszerűnek a izéje, bárja. És akkor, hát mondom, egy pohár sört, léci. Ciao, Zolika. Na, fölkapcsoltam a villanyt, jó. Zolika megkezdi, hú, basszus, hát nincs sok pénzem, inkább spórolok, iszok egy fröccset. Hát mondom, te tudod, barátom, kér egy fröccset. Na akkor rosszul kezdődött a dolog, amikor Csaj elővette a palack között bort. A fröccshöz kivontotta a palack között bort, öntött bele a pohárba, utána elővette egy ilyen üveges ásványvizet, felbontotta, szóda ugye nem volt. Azt is, és akkor mit tudom én, az én nekem a söröm akkor időben mit tudom, volt 200 forint a Zolikának, meg volt 800 forint a palack között boros izéje, italja helyett. Így király volt. Na ez a falpritték. De bocs, itt eldomálok, na mindjárt megnézzük, hogy hol van. Jó, körüljárunk, ott a krumplije. Szerintem ez az? Ez. Szóval nem az, a cukorrépa. De lehet, hogy a cukorrépa van rajta, meg se figyeltem, annyira el vagyok ámbumálódva itt. Na. Nem, az krumpli, ezt megismerem a krumpliját. Mori. Kavics van rajta. Bárna kavics. Szia, ezek mentek meg a barany felől, vicces volt. Spórolni akart a csávó, azt drága volt a dolog. Na. Na, ez király. És ezeket nem is írja, mi? Tök durva. Oda nézzetek, krumpli jó volt, jó megnyomta a krumpli, vegyük még egy forsítet, akkor király mód volt. Egyébként ez most nekünk nem jött jól annyira, mert ugye drágább ez a kombány nekünk, mert ez ugye klassz, mert 5000, meg 5-10, meg van 6000-ből, ez meg van 35000-ből. Nincs benne zöld, nem tudom. Jó, oké, és még maradt is egy kis pénzünk, az nem is baj. Megvettük meg hát, hogy megvettük volna. Mondom ezt, azt átdonolunk akkor a másikkal is, jó? Akkor kettő forsittel fogjuk csapatni. Én hordom, oda nézzetek a rába, hogy reklám. Azt hallod, az álom, egy ilyet kell vennem, gyerekek. 250 000 a dupla kerekes, és sima kerekes a izé. Jaj, gyerekek, fáj a szívem, kell a rába nagyon. Kell a rába nagyon. Szélesebb nyomtávú, vagy szélesebb művelési, szélességet akarok elérni, ezért kell a rába. Most megyünk a forsittel, megyünk egy kis belső életet, így kikadikálunk jobbra, eddig láttuk. Ja, egyébként kaptam egy e-mailt, nagyon szépen köszönöm, dupla vévetűs ember, elfelejtettem a nevedet, azért mondom így. Írta egy csomó minden információt erről a kombányról, például, hogy a belső tükör az nem igazán a kilátás érdekében van, hanem gyakorlatilag a magtartály tartalmát és telítettségét tud ellenőrizni. Meg még néhány dolgot írtam, amit most így hirtelen hadd ne ütézzek fel.
de akkor megérszem, csak most hülyeséget meg nem akarok mondani. Jó van, gyerekek, bemegyünk a következő földre, most nyomjuk neki akkor. És közben én, akkor... Igen, akkor hordunk, adunk el dolgokat. Lesz, és ráérő időm. Akkor ugye tudunk talán még egy... Jó lenne ugye még egy forsvita összejönne. Három kombajnnal alatni az külön király. Főleg, ha intelligensen, okosan megcsinált kombájnak, nem olyan, mint azok a pászok. A 40-es táblát, ezt nem hiszem, hogy el... Gyerekek, a 40-es tábla kívott, komolyan itt a vége tábla, az azért jó. Megyünk pénzt keresni. Megyünk lopni, a Pikingen, meg a Váradi. Hajjá! Hoppa! Bocs gyerekek, hogy itt most... Ó, hát ez... ne haragudjatok! Zsír! Kombányba hallgatjuk a zenét! Adhatok egy kis hangerőt? Nem tudom, hogy mennyire hangos. De kinézek az ablakon, végre péntek. Ez a nap nem lehet szar. Az éjszaka nyugodt volt, semmi sziréna zaj. Csörög a telefon, fölkapom, ki az? Lóri beszél. Na mi a szevasz? 11-ben ott vagyok. Oké, ha veri rá a zubat, utána burkolom, bedobom gyorsan valami kaját. Felhívom a szaszát, a Big Daddy Lacát. Kirúgom a tegnap esti kis lúgnyát. Lemegyek a parkolóba, Lóri ott vár már a kocsira támaszkodva. Füvet szívva, füstöt fújva. Indul a motor, 21.07. Benne két gringó bőrből a magnó, a slick-rick az itt hangos a hüvölt. A lári-dári-dári irányszasza meg a harmadik kerület. Nem sértek, csak lassan vezetek. Nyugati oldal, nyugati oldal, nyugati oldal. Zoli meg a gangster szóval. Na, király, italüzlet lecsúszik, egy pár üveg, fia, tele a pipa, beüt a téma, na gyerünk a nyolcba, indulás! Lassan hajtunk, minden picsát, megbámulunk, belefutunk egy igaz oktatásba, kibaszott rendőr, a szondát a pofába, nyomja az argó hosszik, tíz emelet magasságban a tárcába. Ki tudja, kevesebb van, megúszta Mászli volt. Folytatom az utat, ott a sarkon, micsoda nő. Na gyere ide, bébi, gyere kocsikázni. Hátsó ülés, neked ott van a helyen. Tudod, hogy hova tegyed az icik-vicik kezed. Szasza, meg Lóri végzett, én következek. Fékezek neki, ez se a nőnek. Szuper tarak, nyeri a patron. Neked annyi, jó tele vágom. Nincsen pardon, minden hiba, így furuljázom. Keleti oldal, nyugati oldal. A Mexigony utca sarka, kínai büfét, kibaszott lyukkaja, még több pia, mellé parkol, Ugly G-fel tájol, szevasz a vet, ez aztán a kibaszott nagy darab, gangster, benézzünk a térre, mi van ott, dobban meg a haverok, nyomják a dominót, hatalmas kocka parti, kezdődik, valaki nyer, valaki veszi, ők lételi pénztárcával távozik. Lóri Pink meg szaszát hazadobom. Ott egy telefon, föltárcsázom. Ezt a kurvát, mi van baby? Hol van a mamát?
király, kapom magam, és ott vagyok. Alig várom az elhozókarom. Ne félj, megkapod, a gettóban is lehet egy jó napot. Na jó, srácok, elnézést a kis közjátékért. Gondoltam, amíg leülünk ide a kombajnokkolódik, csapatjuk egy kicsit a muzsikát. Neki is állítom őket. Ma tényleg, bocs, de nagyon imádom ezt a zenét. Néha, hogy néha lehet, hogy kapcsolunk egy kis gangstát, hogyha nem gond. Meg egy-két ilyen jófajta muzsikát. Na, egy kis egy autentikus muzsikát. Hát annyira nem volt autentikus, mert azért ez keményen azért 90-es évek közepe. Talán már. Jó, oké, akkor ezek a, nem tudom, forsítek mennyire vannak belőve. Ugye ez be is lett lőve, és akkor ennek mehet is ugye már akkor a... Ha? És valószínűsítem, hogy ezt már szépen okosan fog alakni. Hú, hát ez hatalmas ez a terület, gyerekek. Most miért nem indulsz, barátom? Várjál, valami nem stimmel. De minden szerintem jó, csak lehet, hogy nem voltam elég közel. Azaz. És akkor egyből gyerekek, menjen utána másik. Fordulj, barátom, fordulj, úgy, térülj, fordulj. Mehetsz is, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesznek ezek jók együtt. Hopp, ez nincs beállítva, szoktuk combine mód neki. Elfelejtettem, jobbra, oké, tartás, jó, oké, és akkor mehet. És akkor megnézzük, hogy tényleg a beállítások azok jók voltak-e. Jó, nézzük. Ide kettő adja neki. Közben akkor jöhetnénk MTZ-be, vagy ha fordhatnánk egy kis cuccot. Egy picit megnézem, hogy mennyire jól fognak ezek fordulni, meg ilyesmi. Szerintem jó, nehogy átmenjen a üzét ablába, gyerekek. Aha, szépen oké, fordul, jól van, jó lesz ez. Mellette van itt egy nem kicsi kukorica. Jó, skacok, ez egy jó, ugye... Talán még egyre is elég jó lenne, hogyha lenne pénzük, de nem gond, ha nem. Hozunk szerintem még cuccot, közben nézzük ezerre, hogy ugye még mindig aratnak el. 10 km per órával mennek a föl nekünk. Jó, nézzétek, nem, de idoványból. Az nagyon kira. Jó. Hozhatjuk a répát is, hozhatjuk a izét is. Elhozom a répát most, aztán abból is lesz egy kis pénzünk. Hát most eladunk minden, gyerekek. Keleti oldal, nyugati oldal. Dödlik Zul és Gangster Soul. Imádom ezt a két kombányt, ez nekem most jó lett, ott a kis piros nézve. Ja, hát 7%-on vannak azok, amire megtelenek, szerintem simán nyomok egy fuvart. Közéből. Cukorrépából. Itt meg itt van az, ez mi az kertészeti áruház. Éppen kiépítve nagyon jól néz ki. Megyünk haza, hozunk még akkor máknak adunk el, vasúton még adunk el egy kis cukorrépát. Túról Rudi, a piros pöttyös az igazi gyerekek. 10%-on vannak, 10 és 10-el menek, és szépen úgy látok. Gyerekek, az a kettő forsít szerintem ott hagynám, az egy szálat nem hagyna, olyan jól legyen. A 6,2-vel megy most az első is, már megint 10-zel szerintem, biztos került valami, vagy ilyesmi történt. Aj, nagyon. Egy csomó embernek, mármint nem egy nagy csomó embernek, de van olyan ember, akinek nem jön be például. Az autentikus, jó kis MTZ, meg ilyen gépek. Gyerekek, nem tudom, magyar embernek miért nem jön meg be ez. Szerintem olyan embernek nem jön meg be magyar embernek ezek a gépek, akik nem láttak, vagy nem tapasztalták, hogy ezek a... Ez volt a magyar valóság 50 éven keresztül, vagy nem tudom hány éven keresztül, érted? Ott vannak a kombányai. Ott vannak, de jó, hogy maradnak valakiket. Igen. Meg még... Nem, az fotkocsi, neki csettintett a gyerek. Meg még mindig ezek különben. Nagyon sok helyen van, csak nem valami... Kisebb gazdaságokban még mindig vannak az MTZ-ek, ugye, ilyen családi vállalkozásokban. Persze, hogy vannak, hát
olcsók, igénytelenek. Csomó, ja, pont nem is tudom, ma beszéltem egy ilyen volt erdésszel, Józsival, itt a faluba. Kiventem kutyát sétáltatni temetőegyen, és azt ott dumálgattam vele. Leültem a fűbe, olyan jó kis kellemes volt, szimszonja van. Az a tipikus, érted, az a, az a nyugodt szimszonos emberke, aki, vagy nem is olyan nyugodt, mert olyan pörgős fajta, de az a tipikus falusi, aki így tök jó el van. Aztán szoktam vele beszélgetni, áldott jó lélek. Ez a tipikus szimszonos, tudod. Várjál, akkor nem ebből kéne minden, hanem van itt nekünk valahol. Másik. Tudom, ez lesz az? Ah, valószínű. Jó, ez az. Szarjad neki, Gazi. Olyan jó megcsinálták, hogy így megy bele, mi? Nagyon bírom. Ja, aztán ők ugye dolgoztak Prágákkal, Prága, vagy nem tudom, hogy ejtik, mondta, hogy azok is nagyon-nagyon faszagépek voltak, baromi jó. Igaz, hogy nem voltak egy olyan nagyon modernek, de mindenhol elmentek. Epa, be vagyok keveredve. Igen, meg az LKT-kat mondta, hogy azok nagyon-nagyon komolyak voltak, meg nem is tudom miket, ezeket. Ja, meg az Unimogot mondta, hogy az is durva. Az a régi izém volt, az a régi ilyen erdőgazdasági ember volt, aki tudod, ilyen stiles volt. De nem az, hogy a mai izém modern világ, szóljatok, hogy nem arra megyünk. Annyira bele vagyok most feledkezve, de tényleg az a nem tudom, jöcsőjöm, ez aztán volt terep. Na, már ugye most aki az erdőn dolgozik, az mindenki úgy képzeli el, hogy a modern, tudod, amikor ilyen viszik a izéből bele a terepjáról a cigókot, azt kirakják az erdőbe, aztán írtják a farkakra, hanem meg veszik fel a fa, az erdőket, az a tipikus, tudod, hogy leírtják a féle izét, gomboldat, aztán izé eladják, utána meg jó pénzért. Ne, ez még állami ilyen erdészet volt, és akkor ők azt csinálták, hogy döntöttek meg mindent. Hát a kajam, ilyen kicsi gyerek, de ilyen tök kajam gyerek volt. Volt neki egy 60-valahányos, 66-os, vagy nem tudom hányos tíje. Emlékszem, volt, egyszer dolgoztam be egy munkahelyen, és 10 évvel kezdtek fűteni fával, és hoztak egy kamionnyi körfát, és csávóhoz fölvágt a spillebe az egyedül összeset, fölugrózta. Egy kamionnyi fát. Az a nagy dög 60-akárhányos kívülje. Úgyhogy nem volt kis fája. Hát meg úgy döntött, érted, úgy döntött, mint el, amikor kifaragod a szeruzádat. Futkozott a skillel, kiborított 10 fát, baze. 10 perc alatt. Nem volt kis pályás. Ilyen gyerek volt. Meg ügyes gyerek is. Hát csak ugye, állami erdészet nuku. A munkáját elvesztette, és meg izé van, most meg. Igazad. Most aztán kapom a lebaszást. Kipörte, aztán már megint nincs mi lesz. A vasútra kellett volna minden. Itt nem is veszik meg mi. Pazarlom az üzemanyagot, de legalább beszélgettünk egyet. Tényleg annyira belefeledkeztem ebbe a régi időbe. Emlékszem arra, amikor még ő ilyenbe dolgozott. Nem is tudom, hogy... Tényleg így megrohantak az élelések, vagy az emlékek, amikor... Tényleg nem tudom, hogy miért kellett csomó mindent tönkretenni Magyarországon, meg mi nem... Miért jobb ez a rendszer? Jaj, most is ne, hogy valaki elkezdje nekem itt kompcsizni, meg ilyesmit. Engem nem érdekel a politika, hogy milyen politikai rendszer van. Nem az az élet, ami régen volt, ami az, arról szólt, hogy bra, térdbe fordulj már, te MTZ. Kipofogolva, te eléri. Nem fordulnád Istennek se, figyelj, pont.
Mindig pont úgy kell lenni ám, hogy ne fordulj el. Mindjárt várja. Keresztben megtöröm ezt a pótkocsit, hogy valami mindjárt kezdek vele, nem megvadulok. Na most már jó lesz. Azok a cégeket, gyerekek, amiket tönkretettek Magyarországon, basszus, azok el sem hiszem, hogy azok életképesek voltak ugye, ahogy. Most nekem nem mondja senki, hogy mert nem termeltek hasznot meg minden. Most meg erről fogok beszélni. Arról volt életben, hogy az forgalom ebbe a játékban, meg olyan bazze, hogy izé van. Mi a tökömnek bújik be? Oda néz, hogy bebújik. Bújjál be oda a seggem lukába, bazd meg, te fasz. Na. Kikerül a kicsit, tudom. Jó, most akkor is elmondom ezt az egészet. Na ugye volt minden, azt is mindent megtermelt Magyarország. A hülye úr is jön nekem, bazzai, már ez is idegesít, na. Na, az volt ugye, egy. Mindent megtermelt. Ugye, mindenkinek volt munkahelye. Azért, mert ugye termeltük a dolgokat. És azért a pénzért, amit megkapott a paraszt, mondjuk a TS-be, vagy pedig a ruhagyárba. És ez komolyan nekem jött ez a faszkala? Hát nem hiszem, akkor is elmondom, ezek mind ilyen izék. Biztos valami német Tesco tulajdonos, akárki is oda, vagy mi volt ez. Telekomos, akármi. T-mobiles. Na, aztán nem érdekel most, mi volt ez, miért jött nekem egyáltalán? Ja, megtermeltük ugye a dolgokat. Az az ember, aki ugye dolgozott a gyárba, a ruhagyárba, a rábagyárba, a mondjuk a mit tudom én milyen, akármilyen gépgyárba, vagy a Videotonnál, vagy az Orionnál, vagy a Tisza cipőnél, vagy akárminél, az mit vett? Vett a másik ember által legyártott dolgokat, ugye például vett izét a ruhagyárból. A pék mondjuk a ruhagyárból ezt, a húsiparos az vett más cuccot, gyakorlatilag így egyben ugye forgott a gazdaság, az a pénz, amit ugye elköltöttek, amit megkaptak, azok így, ez így forgott itt, nem az volt, hogy nem az van, hogy mit tudom, kínai cégek, meg a német cégek, meg az amerikai cégek kiviszik innen, mert emész a McDonald'sba, vagy megveszed a kínainál a izét, és az a pénz, ami gyakorlatilag te megtermelsz, az a pénz, az így elmegy, kimegy az országba, mert nem kell. Mert nem marad itt, hát természetesen kínaiuk kiviszi utána. Meg a izék, meg a Telekom, meg az összes külföldi, meg minden cég, meg a Spar, az mind kiviszi. És izé, és azért volt tök jó, szerintem. Aj, olyan, nem tudom más, mert csomószor elmondtam, én ilyen tök gyűlítenek ezek a dolgok, ott volt a, én nagyon szerettem a hangtechnikát, ott volt az Orion meg a Videoton basszus, világ színvonalú márkák voltak gyakorlatilag, ugye főleg amikor Videoton az apaival is együtt nyomta azért a hifi cuccait, tehát olyan, basszus, olyan minőségű hifi cuccok voltak, mint a Technicsnél vagy akármelyiknél, meg az Orionnál is ugye olyan minőségűek voltak. Meg azok a hangfalak, basszus, meg minden. És akkor utána, ugye azt persze természetesen azt tönkre kellett tenni, akkor a legvégén voltak, meg igaz gyakorlatilag én így még megéltem azt, hogy tényleg tönkretettek mindent. Ugye, például Zalaegerszeg is rengeteg, volt a Zalahús, ugye. Zalahús az gyakorlatilag majdnem az egész országban, ugye szállította a húsipari termékeket. Ez egy olyan dolog volt, hogy ez egy ilyen iszonyatosan nagy cég volt, több száz vagy nem tudom, még ezer emberrel is, és gyakorlatilag annyi hús termelt, hogy az egész országnak szinte előre. És egy ilyen céget simán tönkre tudtak tenni. És felszántották gyerekek, elbontották azt az akkora iszonyatosan nagy cég volt, hogy akkora alapterületű ilyen gyár volt, hogy ez hihetetlen, és felszántották, mit csináltak a helyére? Csináltak egy Decathlont. Meg csináltak egy izét, egy Aldit, ez lett érted. Dolgoztak benne ezre, most meg az Aldiban, meg a Decathlonban összesen dolgoznak 20-an. Ami pénzt termel, az természetesen kikerül mind a kettőnél, az Aldinál is, meg a Decathlonnál is, nem marad Magyarországon, nem magyar tulajdonosoknál lesz. Tudom, mondjuk az egészről. Elképesztő gyerekek, hogy milyen dolgokat tettek tönkre azért, hogy bejöjjenek ezek a multik. Az Alaegerszegen gyerekek a Tesco-ért, mindjárt mondom,
Mivel épp ugye. A Tesco-ért, hogy azt felépülhessen, elbontottak egy ilyen ifjúsági központot, egy ilyen baromi nagy, nem kis pályás, focipályát, lelátóval mindene, hanem egy nagy, egy, az a nagy, tudod, érted, a nagy pályát. A nagy focipályát azt így eldarálták azért, hogy a Tesco-ra felépülhessen. És akkor mit tudom én, csináltak helyre valami másik, távolabb, egy másikat, ugye gondolom az volt a megállapodás, ahol senki nem járt, ami gyakorlatilag az a pálya, ami volt előtte, ott, amire épült a Tesco, az meg egy ilyen tradicionális, mindig ott rohadt volt, érted, az egy ilyen híres, mindenki szerette pálya volt. És azért, hogy a Tesco felépülje, az össze egy eldarálták. Hát meg olyanról nem is beszélek, hogy itt vannak Zalába, olyan, Zalában még van munkalehetőség, ugye, mert ide jöttek azért a külföldi cégek, hagyva fölött. Itt vannak olyan cégek, gyerekeknek nem kell adót fizetni, azért kaptak adómentességet itt Magyarországon, meg itt Zalában, meg Zalaegerszegen, hogy letelepedtek, hogy ugye munkaerőt biztos, vagy munkaerőt ugye felbeszívnak, és akkor ugye lesz állás. Könyörgöm, mert tudjátok milyen cégek azok? Ilyen rabszolgamunka. Hát szó szerint, hát izé, négy műszakban rabszolgamunka. Na megyünk izé, megyünk a földre. Annyira eltértem a témától, elkezdtem vlogolni már megint, de komolyan mondom. És akkor adómentes, nem fizet egy büdös vasat se, érted a magyar államnak az a cég, mert ők úgy, itt fölvesznek X embert, mondjuk 500-at vagy 1000-et. De tudjátok, hogy komolyan mondom, kutyában nézik az embereket. Az embereket úgy tartják, mint az állatokat, értek. Beterelik a jözőre, vazzagat, micsoda, de azért, hát a hupa. Jaj, nézzünk egy kis külsőnézetet, mert már bezsíromtam. Na, izébe tartják. Várjátok, egy kis tempomot ott nyomok neki, azt így beállítom, azt ilyen lassan végig döcögünk. Na így. Ilyenkor beszokták rakni ilyenben a traktort, tudod, ezt a szépen döcögnek okosan. Hú, de jól néz ki, odarézitek milyen jobb billeget adti. A 80-as, mi? Kis nyomtávú traktor. Hátránya mindig az, hogy mindig sikerült felburítani az MTZ-ket. Ugye? Gondolom mindenkinek megvan. Bütek az MTZ-k felendesen. Ó, hát ez nagyon szép, ahogy mozog. Táncol az MTZ-n. Ugye Bandi? Nem tudom, Bandi, de nekem nem nézi a sorozatot, de ő mondta egyszer még live-ba. Ja. Dühítő gyerekek. Olyan nap, rabszolga munkára fogják az embereket ilyen gyárakba, hogy ezt el nem lehet képzelni. Osztó! De jó rúgott az MTZ-n, jaj de szép, de jó. De jó a fizika, de jó a fizika. Ezen az úton végigmegyek, jó, olyan jutam. És akkor, igen. Beterelik őket egy helyre. Még WC-re is, érted, úgy mehetsz el, vagy akkor már rossz szemben néznek rád, vagy akármi. Ott kell ülnöd 8 órán keresztül, azt valamit marha gyorsan gyártani, valószínűleg normába. Tehát, egy természetesen olyan norma bájra, hogy az életben nem teljesíted. Ha te bármilyen problémád van neked, ami miatt már nem vagy megfelelően tökéletesen jó munkaerő, legyen az, legyen gyereked, vagy legyen valamilyen, bármilyen betegséged, ami miatt ugye járnod kell akárhova, vagy akármilyen problémád lehet neked, akkor te már nem vagy potenciális munkaerő, akit érdemes foglalkozzon, akkor lecseréljenek, mert van helyetted 200 darab másik rabszolga, akit be tudnak oda tenni. Teljesen arcszalon jellegtelen emberek a dolgozók, nem, egyszerűen nem képviselnek olyan értéket, mint ahogy régebben képviseltek, hogy megbecsülték a munkájukat, nem is a munkájukat, de személyként kezelték őket a régi munkájákán, nem úgy, mint valami, tényleg, mint valami robotot. És azért is mondom, hogy ez a rabszolgamunka, gyerekek, mert a rabszolgamunka az az, hogyha úgy annyiért dolgozik valaki, hogy eszik a ételt, tényleg kaján. A rabszolga munkaerőn is az volt, hogy szállás meg kaján. Most már az ilyen munkahelyeken is gyakorlatilag arra jutnak az emberek, hogy azért dolgoznak, hogy ne dögöljenek éhen, meg ne
legyen szállása, úgymond. Még néha még az sem sikerül, ugye, az elég szomorú. Ezek meg köröznek, mint az őrül, de én most szépen nyugodtam, hogy a kettyegek, 80%, 20% még van. Most nekem nagyon bejön, hogy ilyen szépen meg van csinálva. És mennyire aprólékosan megcsináltak ezt az utat, ha megfigyelitek, hogy tényleg ki van taposva egy csomó helyen. Nézzétek meg ez az út, ez mennyi poligomból áll, és akkor nézzetek meg, egy, oda nézzétek meg, mennyire jó, ahogy ott, megfigyeltek egy gyári palmiszul, hát 17-es napot vagy akármelyiket, hát ott az egész mapon nincs ennyi poligon, mármint tudjátok a poligon, mi az a gyakorlatilag az a sokszög rács, amiből áll a egy ilyen táj, ugye arra vannak ráfúzódva a textúrák. Na azt akartam mondani, hogy egy egész map nem készül ennyi ízéből a poligonból, mint itt ez az út. Mennyit dolgoztak rajta ezen az úton, hogy ilyen jó legyen. Ilyen jól működjen, meg ugye végtelen számú poligon sem használhatnak fel, mert akkor meg az történik, hogy nagyon akar a játék, ugye. Nincs gyönyörű, nagyon jól megcsinálták. Imádom vele. Na, valami itt izé van, valamelyik egyik, mit csinál? Dolgoznak ezek okosan, úgy látom. Jövünk az M10-be, megnézzük mennyire. Hát elég jól dolgoztak, hogy ne nézzetek már. Szépen nyomják neki. Nekem is már ki is nyitott. Fölgyakjuk a tempomatot 10-re. Még a mellette el tudom majd jönni, szépen. Mind a kettőnek, és akkor leülítünk. Hát imádom, és villog is nagyon szépen meg van csinálva. Hát ilyen, most eltértük, átmentünk vlogba megint. De egyébként, ahogy észrevettem, szeretiket, amikor vlogolok. Hát most kiakadtam ezen. Egyébként én nem ilyen munkahelyen dolgozok, nem külföldi cégnél dolgozok, nem kapcsolódom munkába, úgymond. Úgyhogy még szerencsésnek mondhatom magam. Beláttam már, hogy ürítsen ki, aztán vagy. Jó, gyönyörűen. Ezek a forsütek, ezek csodálatosan dolgoznak egyébként. Ja, jó ez a idő is, a követéstartás, vagy távolságtartás. Mert itt nem annyira. Jó, ide jelen, azt is leblokkolom. Aztán akkor frankó lesz. Hova kiadt váromaságot ki a csáló? És betolathatnék az alá. Hát próbálkozzunk vele! A keretbe szeretnám, hogy már elég nehéz lesz. És sikerült. Na, imádom. Ide fog indulni. Na, jár úristen! Kékecsőd! Blokkolom aztán, blokkolnám. Na vigyük a napraforgó gyerekek. Nagyon hangosak ezek a gépek egyébként. Na, megyünk neki visszafele. Hú gyerekek, szenved, hallod? Állattam 10-es tempomatra. És izé, és 9-en húzza csak. Ó, gyerekek, nagyon fullon van a lehetve. Imádom. Jó, hát ezt még elszállítom, azt elpofázgatok közben, nem haragudjatok. Hogyha nem zavarok, vagy nem tudom, mit mondjak erre. Ja, hát ez most rakott pótkocsival, azért a 80-asnak szenvedni fog szerintem. Idefele is azért rúgott néhányszor. Frankó. Ja. Úgyhogy igen, és képzeljétek el, hogyha ugye
régi rendszer lenne még mindig, akkor ugye még mindig üzem. Hát szerintem az egy jó rendszer egy országnak, valamennyire, hogyha persze kell normálisan működtetni a gazdaságot ehhez. Úgyhogy ezt leszögezem itt tőle. Mármint, hogy kell, hogy azért ez működőképes legyen, hogy az egy jó rendszer, hogyha saját magának megtermel egy ország mindenféle javat, és azt ugye gyakorlatilag van olyan tudatos vásárlói réteg, aki azokat a termékeket fogja megvenni, mert ugye teljesen kiszorítani nem lehet a külföldi cuccokat. Viszont ha van egy olyan tudatos vásárlói réteg, aki tényleg utána a magyar javakat veszi meg, akkor ugye Magyarországon marad a pénz, és akkor az ember fogja megkapni, aki megtermeli. Mert most például képzelj el egy cicacipőt ma, ugye van egyébként, de nem tudom mennyire, hogy készül meg minden. Nem is akarok ebbe belemenni, nem akarok találgatni, mert hülyeséget mondani se. Viszont képzeljétek el egy cicacipőgyárat mondjuk, amiben termelnek cipőt, csinálnak. Mondjuk csinálnak egy cipőt 10.000 forintért. Viszont ennyiből hozzák ki, most nem azért, mert drágán adják, ennyiből hozzák ki. Mert hogyha nem Kínába gyártják le a cipőt, meg nem milliót csinálnak, mit tudom én, két hetente, hanem csak csinálnak mondjuk 200-at két hetente, vagy 100-at, akkor egyszerűen ugye nem olyan gazdaságos legyártani, mint tényleg olyan országban, ahol nagyon kicsi a, ugye nagyon kevésért dolgoznak, nagyon kicsi bérekkel, meg nem nagy mennyiségben, vagy nagy mennyiségben, ugye gazdaságosak, nagyobb mennyiségben. És akkor ott van a tiszta cipő mondjuk, 10.000-ért csinál egy cipőt, ott van egy kínai, amelyik csinál 3.000-ért, és hogyha a magyar ember megveszi a kínait, akkor az ugye jó, mert ugye megkapott 3.000-ért a cipőt, igaz, hogy lehet, hogy szar, mert mit tudom én, de úgyis hozzá veszett meg, mert a magyar ember hülye. És mi történik ugye? Akkor az ember, aki a tiszta cipő gyárba dolgozik, egy az, hogy lehet, hogy ugye bukik a gyár, másik probléma az, hogy ugye annak ugye kevesebb pénze lesz, gyakorlatilag nem fogja tudni tőled megvenni azt a terméket, mondjuk te gyártasz mondjuk szőlőt vagy bort, és akkor nem fogja tudni megvenni a te borodat, hanem valami olcsó szar olasz bort fog megvenni. Igen, olasz bort, mert az olasz bor nagyon nagy részt ugye olcsóbb, mint a magyar, meg a, tudjátok, ez a kubai cseresznye, vagy nem tudom honnan, csilei. Akkor ugye nem fogja tudni megvenni, neked se lesz pénzed. Viszont ha megveszed ezt a tisztacipőt, akkor ugye az ember az a te pénzedet megkapja, viszont a másik embertől meg fogja tudni venni a mondjuk a bort, vagy meg fogja tudni venni az asztalt, az asztalostól, a magyar asztalostól, az a pénz, az oké, hogy te kifizeted, de az nem marad a magyar gazdaságban, hogyha ő is, akinek ugye kifizetted, az ilyen tudatosan költi ugye magyar terméket vásárolni. Nem elmérthető, egy kicsit tudom, hogy zavarosan mondom, nem vagyok egy közgazdász, de talán azért érthető, hogy mi lenne jó rendszer. Hát ez lenne egy jó rendszer ugye, hogyha vásárolnánk, még így adnánk bennünk a dolgokat, meg ugye mi termelnék. Meg csak ugye már esély nincs, mert ugye volt minden, itt volt ruhagyár, meg volt húsüzem, meg volt telgyár. Hát mi lehet, gyerekek, mindent megvettek az összeset, basszus, a győrik extra elkezdve az összes joghurt, meg a telj, meg mindent megvettek a németek, meg a mindenki, és akkor most már ott azok dolgoztatnak minket, mint a rabszolgákat, mint valami ízeiket, mint ha nem is itt hol lennénk. És a pénzünket azt meg, amit megveszük, azokat a győrik exces dolgokat, megtartottak mindent. Az összes ízét megtartották, az összes magyar márkát megtartottak, Balatonszelettől elkezdve az összes turorul is minden szemettől megtartottak azért. Miért tartották meg? Mert a hülye magyar még mindig elhízi, hogy az övé, a Balatonszeletet eszem, mert azt én termelem, mert az a miénk, az a mi Balatonszeletet, tudjátok mi a miénk, abból az, nem tudom, a rabszolga munkás, aki termeli, az, de más, semmi. És nem tudom pont a Balatonszelete, vagy a Györi Kekszet, gondolom azt is megvan, szerintem mindent már megvettek a külföldön, már nincs magyar kézen ilyen. Amiben pénz volt itt Magyarországon, bármilyen ágazat, bármilyen
ipari, vagy könnyűipar, vagy bármi, vagy pedig akár még a telekommunikációs hálózat is mindent fölvásároltak a francba, mert ő nekik megéri, mert ők tudnak belőle pénzt csinálni, tudnak belőle, van annyi eszük, hogy tudnak abból pénzt csinálni, ők nem csődöltetik be a musiparokat, ők nem csődöltetik be ugye a telekommunikációs hálózatot, magyar ember hülye volt, inkább eladta nekik, az jó van, az tiétek legyen, termelje a pénzt nektek, mi meg... Miért pörög az időm? Nem? Akkor majd, nekünk miért volt jó az, hogy leépítettük ezeket a dolgokat, ezeket az ágazatokat? Ő nekik meg miért éri, meg miért Kánaán itt, hogy gyakorlatilag itt játszatják a dolgokat, meg külföldiek is. Ez ugyanaz a mentalitás, mint Magyarországon, hogy Magyarországon nem tudnak mezőgazdaságot fönntartani normálisan, mindenhez támogatás kell, mert azt a külföldön megnézem, basszus, van egy videós, nem tudom, biztos ismeri néhány ember, Székely Vegánnak hívják. Kiment Floridába, gyerekek, Floridában nincs termőtalaj. Ezt úgy képzeld el, hogy nincs. Nincs talaj, nem tudsz elültetni semmit, nincs talaj. Ott nincs semmi, csak homok. Homok meg az ilyen kiégett fű esetben. Ott, hogyha akarsz ültetni egy darab muskát itt, akkor kell vinned oda termőtalajt, és akkor oda kell raknod, nájlomba szépen így berakod, hogy azért ne menjen szét tápanyag, és akkor abba tudod elültetni a dolgokat. És ott gyümölcsöt termel a csávó. Úgy, hogy még föld sincs. Magyarországon itt vannak a zsíros földek, itt van olyan a éghajlat, hogy minden gyakorlatilag úgy terem, mint az istennyila. Eső van mindig, tök jó évszakok, ugye szépen megvan minden. Itt Magyarországon nem tudnak az. Nem tudnak támogatás nélkül ízét termelni, pénzt termelni. Ott meg termőtalaj nincs, ezt mégis megcsinálják, és mégis megoldják, érted? Ez megint ugyanaz, mint a külföldieknek eladtuk ezeket az összes dolgot, azok mindig termelnek pénzt, nekünk meg annyi eszünk nincsen, hogy ezt megoldjuk. Inkább eladtunk minden borért. Persze, nagyon jó volt mindenki, aki közel volt a tűzhöz, az hamar meggazdagodott, meg a másik ember, aki közel volt a tűzhöz, fingér jutott tüzeikhez, gyárakhoz, meg területekhez, meg mindenéhez. Hát ez meg erről szólt. Tudom, hogy erről szólt, úgyhogy... De... Oké, hogy mindenki a saját zsebét tömi, de nem hiszem el basszus, hogy nem köpi magát szám közt egy olyan ember, aki tudja, hogy utána tönkreteszi a magyar gazdaságot azzal, hogy fingén eladja a dolgokat, csak azért, hogy keressen rajta ő majd mit tudom én, fél milliárdot, mert jól adja el a izét. Oda nézzetek, végre kitolattam oda, mennyire király modern kitolattam. Hú de nagyon, most elkanyarodtunk a dolgoktól. Írjatok erre véleményt, hogyha itt vagytok páran, akiknek van vélemény, nyugodtan írjatok és el fogom olvasni, mert marhára érdekel. Titeket is dühítte az, hogy gyakorlatilag ilyen kinyírták az országot ilyen gazdasági szempontból. Nekom, mi vagyunk a hülyék, a magyarok a hülyék. Hogy francba lehetett ezt megcsinálni? Mi maradt a magyaroknak, vagy kimennek külföldre, vagy állami támogatásból valamit tudnak összehozni, vagy próbálkoznak valamilyen kis vállalkozással, amiből talán majd megélnek. Persze ott is mi az vállalkozásoknál mi van, ott is megértem. Komolyan megértem a vállalkozókat és a magyar vállalkozókat, ott is mi megy, keresztbe hosszába szívják a vérüket, mindenhogyan, hogy csak hogy azokat is lehúzzák, mert azoknál van egy kis pénz, akkor már akkor el kell venni. Nem ám, hogy segíteni nekik, hogy talán akkor valami összejön nekik, aztán akkor majd fölvesznek embereket, vagy van náluk egy kis pénz, ha van egy kis pénz, akkor el kell, állambácsinak el kell vennie azt instant gyereket. Na jó, elbúcsúzom, mert már teljesen eltértük a témától. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez egy csodálatos piros MTZ-vel búcsúzunk, igaz, nem magyar termék, de nem sokára egy rábos tejgerrel is fogjuk büszkélkedni a gazdaságunk, meg ki fogjuk termelni, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy mostantól arra fogunk gyűjteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Írjatok kommenteket, nagyon-nagyon várom. Bocs, az zenéje közben. Jók legyetek, sziasztok!